Az EEA 255-ös típusjelzésű Electrolux kávéfőző egy 1250 wattos teljesítményű készülék, mely 15 bar nyomással készíti a kávét. A készüléknek a kezelőfeletét, ha megnézzük, nyomógombbal tudjuk áram alá helyezni. A kiválasztó kapcsolóval, ugye ez egy nulla állás, ha balra tekerjük el, akkor kezdi el a kávét főzni, ha jobbra tekerjük el, akkor pedig ugye forró vízt, illetve gőz generál a készülék, amikor elérte az adott megfelelő hőmérsékletet, akkor a nyomógombon lévő pici kis lámpa világítani kezd, annak benyomásával kezdődik el a gőz kibocsátása ezen a kis csövön keresztül, illetve a nyomógomb még egyszer megnyomásával pedig tudjuk leállítani azt. Klasszikus porkávéval tudunk benne kávét főzni, ugye maga a kávénak a kis tartája, ugye két adagos, négy adagos vagy hat adagos mennyiséget tudunk benne egyszerre lefőzni, attól függően, hogy milyen betétet helyezünk bele. Ezzel pedig ugye magába a betétbe tudjuk kicsit belepréselni a kávét. A készüléknek egy másfél literes víztartálya található itt a hátsó részen. Ezt akár csak a felső burkolatot lehajtva bele tudjuk tölteni a vizet. Természetesen ki is vehető maga a tartály, egyszerűen a csap alatt is meg tudjuk tölteni ennek a segítségével. Illetve a készülék tetején egy csésze melegen tartó felület található még.